A Kecskeméti Repülőbázis ad otthont októberben a Central Hawk 2021 elnevezésű repülőharcászati gyakorlatnak. A két hétig tartó eseményen a Kecskeméti repülőbázis Grippen pilótái, valamint a brit királyi légierő pilótái vesznek részt. A honvédség is a sajtó képviselőinek ugrik Csaba dandártábornok, az MH59. Szentgyörgyi dezsű repülőbázis parancsnoka, John Kelly Alezredes, brit katonai attasé, valamint Langó Viktor őrnagy. Gripen pilóta számolt be a gyakorlatról, annak jelentőségéről. Elhangzott, a gyakorlat mindkét fél számára nagy jelentőséggel bír, hiszen ritkán van arra lehetőség, hogy egy másik típus ellen hajtsanak végre harci gyakorlatot. A magyar pilóták a kétüléses hók hátsó kabinjában ülve láthatják, hogyan reagál pontosan a másik fél az összecsapás során. A gyakorlatban a gripenek mellett hat darab Hawk T1 típusú repülő vesz részt, 70-nél több felszállás történik, mint egy 90 óra repülési időt felhasználva. Ez alatt a pilóták a határon belüli légi harc alapjait gyakorolják. A tapasztalatokat mindkét fél beépíti a jövőben, saját kiképzéseik során.